zunächst einmal Gratulation an Debrecen, sie haben verdient gewonnen. Aufgrund dessen, dass wir für 20 Minuten unsere komplette Ordnung verloren haben in der ersten Halbzeit und sie auch nicht wiedergefunden haben. Das ist ein bisschen bedenklich, weil wir eigentlich, weil ich gedacht hatte, dass wir über diesen Punkt schon hinaus sind. Aber das muss man akzeptieren. Wir haben dann in der Halbzeit nochmal nachgesteuert und ich denke, dass wir in der zweiten Halbzeit dann zumindest für uns, für unsere innere Hygiene, nochmal alles gegeben haben. Wir haben leider dann mit Benny Murka einen wichtigen Spieler verloren, der wahrscheinlich eine schwere Knieverletzung hat. Das ist, kommt noch erschwerend hinzu. Aber haben mit Zehmann dann Charakter bewiesen und haben, finde ich, auch noch ein sehr gutes Spiel gemacht in der zweiten Hälfte. Nichtsdestotrotz kann man nicht, wenn man so anfängt, wenn man eigentlich 20 Minuten das Gefühl hat, wir spielen nicht nur gut, wir sind auch ordentlich im Spiel, dann so völlig den Faden verlieren. Und das ist etwas, was mich ärgert und das ist auch der Grund, warum wir heute verloren haben. Davon geht die Welt nicht unter, aber Anspruch und Wirklichkeit müssen manchmal auch zusammenpassen. Tehát is gratulálok a Debrecennek a győzelemhez, amely teljesen megérdemelt volt. Amikor a csapat 20 perc alatt teljesen elveszíti a szervezettségét, akkor látható volt, hogy sajnos ilyen helyzetekben sikerült nekünk belekerülnünk, ami abban a szempontból problematika, hogy ha nézzük, hogy a mérkőzés első fázisában még úgy viszonylag rendezetten sikerült ezt a mérkőzést elkezdenünk, aztán jött ez a szerencsétlen 20 perc. Emiatt ugye szükséges volt, hogy egy kicsit változtassak a dolgokon, ezért volt ugye három csere a szünetben, és azt kell, hogy mondjam, hogy a csapat a helyzethez, ami éppen aktuális volt, nagyon magas szintű morált volt képes megmutatni, főleg azután a helyzet esett után, miután Murka Benedek ugye sérülés miatt el kellett hagyni a pályát, és látható volt, hogy már csak a saját belső lelki világunkon is fontos volt, hogy sikerült még így ilyen szinten is, hogy Elmer hátrányban voltak akaratlanul előre fele menni. És ami még ugye ez az egész sérülés, ami a Murka Benivel van, az, hogy még jobban rányom megnyomasztja, hogy rányomja a bélyegét erre a mai mérkőzésre. Azt mondani, hogy a vereség oka az a 20 perc volt, amikor teljesen elveszettük a fonalat, és ez az a szint, amire úgy gondoltam, hogy ezen már túl vagyunk. Sajnos el kell fogadnunk, hogy ez így alakult, a világ nem omlott össze, de időnként nem árt az, hogy a valóság, meg az elvárások időnként összhangban is legyenek egymással. Jó játszott a csapat, különösen az első játékfészben. Gyorsan és rendületesen játszottunk, és nagyon fegyelmezetten is. És azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg a találkozót. Külön szeretnék gratulálni a Varga Kevinnek, aki az első mérkőzését játszotta az NB1-ben, és azt gondolom, hogy nagyszerű teljesítményt nyújtott. És ugye nézzük, hogy a Csősz Rihárd is ugye pályára lépett, a Tisza Tibi is, ha jól számoltam, a kezdőbe 7 saját nevelésű labdarúgó volt, és még ugye bejött 2. Tehát én azt gondolom, hogy megérdemlik a játékosok az elismerést, a mai teljesítményét, és gratulálok a csapatnak. Az elismerést a közönségtől meg is kapták, már az első fél idő végén is. Igen, hát természetesen a közönség is a csapat mellett állt végig, és ez nagyon-nagyon fontos volt a mi helyzetünkben is. Köszönjük mindenkinek, aki jött, aki szurkolt, aki a televízióban nézte a mérkőzést, mert sokat jelent mindenki támogatása számunkra. Kevin megérzés volt? Na, Kevin egy jó játékos, tehát egy ügyes jó játékos, tehát én azt gondoltam, tehát egy labdabiztos labdarúgó, és az elmúlt mérkőzéseken panaszkodtam, hogy sok technikai pontatlanság volt a játékunkban, és akkor azt gondoltam, hogy mindenképpen fiatal, tehát egy olyan játékos, aki hogyan, tehát benne van a kreativitás, benne van a technikai képzettség, és a két fiatalon gondolkodtam egész héten, a Kevin és a Piro Peti. Most a Kevin mellett döntöttem, mert meg is hálálta a bizalmat, de ennél biztos vagyok benne, hogy a későbbiek folyamán a Bíró Peti is meg fogja hálálni.
illetve úgy bízom benne, hogy a többi játékos is tartja ezt a formát, ezt a teljesítményt, ezt a hozzáállást. És hát remélem, hogy tudjuk gyűjtögetni a pontokat, mert nagyon nagy szükségünk volt most erre a három pontra. Igen, a futball, tehát az első két gól után felszabadult a csapat, már már sikerült minden, ezt kell átmenteni a fülbőre. Így van, egyébként tényleg érdekes volt, mert az elején az első pár percben látszott, hogy feszültek voltak a srácok, de aztán a 10-15. perctől kezdve egyre gyorsabban, dinamikusabban játszottunk, és gyors támadásokat sikerült vezetni, és volt nagyon sok szép momentum is a mérkőzésen. Nem a kérdés, hogy a második félidőre hogy küldtek ki a játékosokat, inkább őrizzék az eredményt és a biztos védekezésre összpontosítsanak, vagy van tovább? Nem, úgy küldtem könyvet, hogy 0-0, úgy játszanak, hogy 0-0 az eredmény, és a második félidőt is nyerjük meg. De hát most nyilván nem sikerült, de nem. Tehát látszott a másik félben is kint voltunk, ugyanúgy próbáltunk letámadni. Néha talán el is vitte őket a hév, tehát nem mindig volt úgy indokolt, de annyira bennük volt, hogy akkor is mentek erről, és ugyanúgy akarták csinálni az első játékrészbe is. Másikban is lettek volna még lehetőségek, most így sikerült. Hétről hétre jobbul szerinted is a csapat forma. Nehéz megítélni, majd beszéljünk el a jövő héten a hangvéd meccs után. Most azt gondolom, hogy minden mérkőzésre próbálunk becsületesen felkészülni. Próbáljuk kihozni a legtöbbet a találkozókból.